Folytassuk akkor. Abban maradtunk, hogy kicsit elmegyünk gyűjtögetni. Úgyhogy most át is megyünk szerintem a Grand Cathedral, Cathedral Ward-ba. Nem tudok beszélni. Az a baj, hogy annyira hideg most ez a smoothie, hogy... hogy lefagy a nyelvem, ami nem tudom, szerencsés. Ó, ilyenkor is lehet szintet lépni. Jó, még ez jó tudni. Csak ugye, mivel nincs insightunk, így a baba az... Hát nem aktív. Jó, Cathedral Ward. Egész nap kocsit szereltél? Nevermind. Az jó. Miért kellett szerelni a kocsit? Nevermind. Rolleren ülve tetted? Nem hangzik túl jól. Ja, hogy azon a rolleren. Jó, az... Oké. Az úgy oké. Azt a rollert ismerem én is. Sérít, hogy nem illik ilyet mondani. Az azt igen. Kuplunk henger. Áttetted a téli gumit. Centrírozás volt. Be kellett falagni a fő kuplunk hengert. De milyen autód van neked? Amúgy. Honda Civic. Tudom, hogy ha felném van, akkor nem kell centrírozni. Csak nem tudtam, hogy azon van. Semmi baj.
Megunták a fiúk. És pont egy Civichez nincs alkatrész. Most ha gonosz akarnék lenni, azt mondom, hogy bontóba biztos rengeteg. Nem volt szép, tudom. Meggyulladtunk, de nem baj. Használt lemezfelni olcsó, mint évente kétszer fizetni a gumisnál. Never mind. Érzem a struggle-t a hangodon, pedig nem is hallom. De jó, értem. Ezekkel kell venni autót? Ami angol roncsot? Hát, roncsot nem. Amúgy nézegettem, vannak, itt nagyon jó hitelkonstrukciók vannak, azt kell, hogy mondjam. Mármint, hogy nyilván nem én járok jól, hanem a, de értitek, mire gondolok. Szóval, én nem valami kis autót vennék, lehetőleg olyat, amivel azért egy pár évig el lehet lenni. Szóval, amit néztem, az ilyen Toyota Yaris. Hibrid. Nem fogyaszt sokat. Gyakorlatilag levegőn megy. Annyira keveset fogyaszt. És újonnan ilyen, hát havi 400 font. Köbbő. Nem, erre nem akarok jönni. Tehát olyan 400 font környéke havonta. Ami olyan... Nem sok. Mindezt 5 évig, és akkor 5 év után el lehet dönteni, hogy eladod. Mármint úgy, hogy beforgatod egy újba. Mi a... Hogy ez ott életben van? Beforgatod egy újba, vagy kifizeted a maradékot. Hát leasing, ja, valami olyasmi.
mit mondjak erre? Szóval, ja, valami ilyesmin gondolkodom. Használt autót nem akarok venni. Mármint nagyon öreget, már az nem okos dolog. Nagyon drága rá az adó, meg ha neten valami be kell menni Londonba, akkor akkor itt ugye van ez a napi díj. Minden 6 évnél idősebb autóra fizetni kell. Valami 10-valahány fontot. Nem feltétlenül akarnék Londonba kocsival menni, mert szerintem a tömegközlekedés jobb, mint kocsival járni. Már itt, Londonba. De még ha itt London külsőbe bemegy valahol az ember, az is elég borsos tud lenni. A do it yourself service persze az, az hogy ne, olcsó. Ez kétségtelen. Csak szívás az van vele. Lehet vele, na. Nem feltétlenül van vele szívás. De lehet vele szívás. Vissza kéne szerezni a szólt. Használt autót venni, legalábbis itt London környékén. Hát, amúgy itt saját Verdát is viszonylag könnyű építeni. Mármint úgy könnyű építeni, hogy nem könnyű építeni saját Verdát, hanem könnyű forgalomba helyezted. Tehát nem kekeckednek annyit, mint otthon. Tehát érted, otthon megülteted egy kicsit, aztán leveszik a rendszámot. Ami egy akkora baromság egyébként. Nekem emlékszem régen, jó tudom, ez ízlés dolga, de voltak ezek a neon csövek a alváz alá szerelve. Mondom még egyszer, ez ízlés dolga, hogy kinek tetszik, meg kinek nem. De nekem az például tetszett. És azt is betiltották. És fogalmam sincs, hogy miért. Tehát... Nem tudnám megmondani, hogy azt miért tiltották be. Tehát mi a baj azzal. Mi a... Az igen. Fogalmam sincs. Na jó, és forgalomban mi a baj vele? Tehát én most komolyan kérdezem, mert én megmondom őszintén, hogy nem tudom elképzelni, hogy az baleset veszélyes lenne, vagy... Tehát, hogyha nyilván a többi szabály szerint működik, tehát a... Van a tompítót, meg a... Tehát nyilván a hátsó helyzetjelzőket, az nem az... Tehát azokat nyilván ne basztassa az ember, az persze, az kell. De hogy... Hogy van egy pici plusz... Ami ráadásul nem is vakít el. Tehát mi az gond bele? Ha
A kék, piros vagy villogó sárga. Hát, jó, mondjuk ez igaz. Ez igaz. De nyilván, hogy ha ilyen hatósági. No, nem erre akartam menni. Nagyon fényes. Hát nem tudom. Tehát lefele világítja meg az aszfaltot. Hát ez... Blackhead. Ezt a szettet eddig hogy nem vettem észre? Ott volt egy szett. Hát jó, be volt ide téve, na. Amit a rendelet előír, vagy megenged. Ah, figyelj, most a jogszabályt persze, hát nyilván, hogy ne, tehát mindenki, tehát azt nem értem, hogy miért így van. Miatt a Hyundai, már eladtam. Igen, jó pénzt kaptam érte, hogy megmondjam őszintén. Meglepően. Így van, whitelist van, jaj. Tehát nem azt írja, hogy mit tilos, hanem hogy mit szabad. Hol is vagyunk? Jaj. Milyen tockos tudok mi? Na. Ne halljak meg, ok. Hát itt igazából én többet nem akarok most kóvályogni. Szerintem átmegyünk Central járlámba, mert azért dobnak a enemik molót is, és az jól jönne. No, az itt maradt. Szóval szerintem átmegyünk Szentről járnámba. Csak lépjünk szintet.
És akkor adunk az árkényre. Csak hogy működjön a... Így van, serét adjunk. Pontosan tudod, hogy mi következik. Meg megnézem, hogy tudunk-e azon fejleszteni. Szerintem tudunk. Jó, a Hunter's Accent továbbra se tudunk, mert Wimbad Stone Shard az szerintem később lesz. Hunter Blunderbusson se tudunk, mert az is az kell. Viszont a Flamespear-en tudunk, mert az Blast Stone Shard kell, abból meg van annyi, mint a szemét. Meg az elég jó formolható. Szóval... Ja. Oké, okay, megnézzük, hogy valami Fortify cuccunk van-e. Nem. Bloodgem, igen. Hunter's Axe. Nem, ez nincs. Úgyhogy ezek vannak bent. Oké. Okay. Azt meg nem tudjuk. Jó. Na még az kéne. Oké, okay, tehát ez egy ilyen jobbkezes fegyver. Értem. Vagy mi balkezes. Balt meg a jobbot, azt egészen elképesztő módon keverem, főleg mióta itt vagyok. Jó. Na lehet náluk venni molót. Ez nem egy rossz hír. Amúgy. Úgyis eldobnám a picsába mindet. De legalább az van. Hát igen, ez az egy tüzes dolog, amit itt lehet venni. Mi van a smoothie-ban? Kávé vagy kakaó? Egyik se. A fehérje por ilyen ízesített. És annak van egy kis színe. És ez meg fekete erdő torta ízesítésű. Jó. Na. Akkor menjünk egy pár szentre járnom kört is. Hát tulajdonképpen csok is, igen. Na mindig, szóval visszatérve a kocsi dologra, gondolkodok rajta, hogy kéne, csak amellett, hogy meg kell venni, azért elég drága dolog is. Tehát az ilyen helyi adók, meg ez az amaz, azért az egy jó összeg. Igen, ezt a Black Church hetet vettük fel. Arcane ellen véd jobban. Meg Slow Poison Resistant. A Slow Poison Res, az kéne. Jó. Akkor egyre több felszerelésünk van a Bloodstarved Beast kapcsán. Ennek örülök. Jobbos kormánytól nem félek. Félni nem félek, igaz, fogalmam sincs, hogy hogy kell, mert soha nem vezettem a jobb oldalon. Ugye valószínű az lesz
amit így nehezebben szokok majd meg, hogy a... ugye a váltó is a másik oldalon van. És majd, amikor váltani kell, akkor majd ütögettem a ajtót. Mondjuk, hogyha izét veszek, nyilván hibridet, akkor ez... Ez nem... nem tényező. Ugye a kézi váltótól meg amúgy is már... hogy mondjam... tehát amúgy is, ha vennék, akkor valószínű automatát. Pedálok sorrendje ugyanaz? Hát ez egy jó kérdés. Azt nem tudom. Nézd már rá Nevermind, mert őszintén szólva szerintem igen, de... pedálok ugyanazok, oké. Az mondjuk jó hír. Jó, hát mondom, a automataváltós autónál két pedál az nem lehet elrontani. Ugye ott arra kell figyelni, hogy a bal lábadat ki kell kapcsolni. Tehát, hogy így az agyadba azt a részt letiltod. Különben akkor a satúfék az... Na mindegy, amúgy nyilván meg kell szokni ezt is, mint mindent. Valószínű egyébként az lesz, hogyha úgy alakul, hogy hogy veszek autót, akkor előtte veszek pár órát. Vagy elmegyek egy ilyen rutinpályára, vannak ilyen oktatók, akik vállalnak ilyet. Hát ciki nem ciki, de tudod, egy kicsit úgy más nem úgy begyakorolni, hogy is van ez. Jó. Hát nem dobtak egy előre mulót. Hát egy ilyen ilyen rutinpályás valami, tudod, ilyen... meg hogyha nem ilyen aranyárban vannak ezek a dolgok. Hát ez nem volt jó ötlet. Mintha amúgy nem lenne mindegy. Segítség! Várjatok, már benézünk ide, hogy itt még mindig nincs senki.
Igen, ezt a questet egy kicsit elrontottuk. De akkor azután kellett volna jönni, hogy megnyitottuk a Cassidyről Wardot. Csak majd akkor oda tudtuk volna küldeni Emil... Violát. Viola? Nem is emlékszem pontosan, hogy hívják. Na mindegy. Oké. Na. Csak nézzünk rá erre a Bloodstarved Beast-re, nem? Bastard. Ahogy itt mondják. Hát egy healt még dobtak itt nekünk, ez tök jó. Nem, tényleg azért kéne egy kicsit ez a rutinpály. Tényleg soha nem öltem jobb kormányos autóba. És hogy... De úgy, hogy még bal oldalon se, tehát... Hát hátul ültem, majd az überesek itt hátul. Tehát előre csak akkor ültetnek, hogyha nagyon sokan vagytok. De... Mondom tényleg az, hogy úgy kipróbálni, hogy milyen, meg... Mit tudom én. Jó, hogy eszembe jutott. Menjünk már, veszünk molót. Ez fontosabb egy kicsit. Na, felszerelés. Azt mondja, hogy Black Church Hat. Azt mondja, hogy ez ennek a legmagasabb a Poison Resistje. Úgyhogy akkor most ezt áttesszük. Igen, ezt sebészkesztjük. Meg Black Church. Alsó. Amúgy... Ha nem talál el, ez így van. Akkor nem poisonol. Tehát a lényeg az, hogy merre megyek? Erre. Így futunk, igen. Tehát a lényeg az, hogy a kezelő szervek azok a helyükön vannak, már legalábbis automata vagy hát váltó nélküli autóba. Tehát hogyha nem kell váltani, akkor nincs baj a kezelőszervek elhelyezkedésével.
Az összes többi meg már a kezelésem múlik. Szóval teszünk egy próbát. Amit ki akarok próbálni. Hogy működik ez? Mondjuk nem tudom, hogy ez tűzre mennyire... Mondom, fire a weak. Hát... Lehet, hogy a vízszerelatok miatt jobban megéri a pisztolyjal menni. Ég azért. Nem azt mondom, hogy nagyon. Oké. Ez azért baj. Igen. Nem láttam Add the Thing-et. Amúgy honnan tudom, hogy a flamethrower-be mennyi... Vagy mi a flamesprayer-be mennyi a töltény? Na most komolyan. QS bullet use? Hát de... Egy. És egy van a blunderbuzzba is, csak mert... Annyit használ. Csak már ott fönt ugye látom a... Ó! Értek mindent.
Várjátok, beteszünk a gyógyszert. Próbálkozzunk. Ezüstöt égetek, igen. Tulajdonképpen. Quicksilver. Mondjuk az jó mából van. Tehát... Látjuk. Az a jó Alfredba, hogy elég combos. Afraid. Oh, nem baj, beadott meg visszarált. Az nem baj.
Alfred! Finish him! Akkor majd én. Oh, meg is van. Hát sajnos Alfred meghalt a végére, de... Oh, basszus. Juppi! Hát a flamethrower az rengeteget segített, tényleg. Ez a... Oh. És adott 7000 szólt. Na. Viszont így akkor megnyílt egy új terület. Nem is tudunk szintet lépni, mi? De nem tudom. Nem majd, lehet, hogyha betolunk pár izét. Azért nem tudtam használni, mert nem köszönt el. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Na mindegy, szóval... Segített a Flamethrower, vagy Flamesprayer, pontosabban, mert itt az a neve. Segített a ruha. Mert egyszer nem poisonodtunk be, amikor szerintem bepoisonodtunk volna nélküle. Meg hát Alfred. Na. Mit is akarok? Igen, kaptunk egy itemet. Amit most biztos nem fogunk megtalálni. Igen, ez a Ptumeru Chalice. Ez egy kehely, amint látszik. Using a ritual at the tomb altar in the hunter's dream to break the seal. Szóval valahova ez elvisz. És ezt itt lehet használni. Igen. Ja. Soha nem csináltam. Tehát az első végigjátszás során ilyet nem csináltam. Majd fogunk... Egyszer csak. Igen. De... Még kell haladjunk egy kicsit, mert ezek ilyen dungeonöket lehet vele generálni. De ezek azért nehezek. Most még főleg. De majd fogunk okvetlenül. Na, most elmegyünk valahova. Ha oda találok. Merre kéne menni? Igen. Nem. Erre, hamarra. Mi volt a vacsora? Hát ilyen... Kolbász felvágott sojt. Még egy jó körözöttet. Nem erre, erre. De az itt nincs. Úgyhogy...
Ja, mindenféle ilyen felvágott van meg. Kolbászban is ilyen spanyol, ez a spanyol chorizo van, ami hát ön 95%-ban olyan, mint az otthoni magyar kolbi. Picit más. De nem sokban különbözik így ízre. Vagy már fakulnak az emlékek, hogy otthon milyen, de jó. Ugye itt a sajt az cheddar, ami a, tehát az itteni trapista tulajdonképpen. Abból van sokféle. Na. Nem. You're a hunter, are you, dear? Might you know of a safe place? The night is long and I've very little of the incense left. Please, there must be some nice place to run off to. Biztonságos helyet keres. Oh, thank you, dear. Perhaps I'll see you there. Van én magyar bolt? Van. Van. Twickenhamben. Az itt Nyugat-London. Múltkor láttunk, valamiért arrafele kóvályogtunk. Ja igen, a busszal jöttünk haza, mert nem volt jó a vonat közlekedés. Én nem volt vonat, mert építkeztek, vagy nem tudom, és Central Londonból hazajött busszal. Halál volt, vagy 3 óra hossza. Na mindegy, de ilyen helyjáratú számozott busz. És ott láttuk, hogy van ez a, hát ez a neve, hogy Paprika Store. Mi más? Mindenféle magyar cuccot árulnak, élelmiszereket főleg. Hát mit ilyen erős pista megízi, de amúgy van webshopjuk, szóval ott meg tudjátok nézni. Na, nyomunk egy resetet. Mert elvileg jön a vendég. Ez az egy magyar bolt, amiről tudok, de biztos van több is. Tehát tuti. Múltkor, hát Windsorba szoktam látni, mikor van piac, egy ilyen magyar food market kirakodást. Tehát ilyen lángost árulnak, kürtös kalácsot, meg ilyesmit. És biztos, hogy magyarok, mert a kürtös kalács jól van kiírva. És ugye a hosszú ű, az más nyelvben nincsen. Tudtommal. Na, itt van a jány. You weren't lying. This is a safe place. Indeed. Thank you. I am in your debt. Okay. I'd like to tender my thanks, but I can't imagine what to offer. All I can give is my blood. But would you even take a whore's blood? Yes, I see. I suppose that's natural. I won't try to tempt you. Oh, you. I'm sorry, unless you've had a change of heart. Yes, of course. I'm sorry, I asked you to be very thankful for what you've done. Okay. No. Most, hogy ezt megbeszéltük, szerencsére most már van egy prostituált is a házban, úgyhogy akkor mehetünk. Ez az ajtó nyílt most ki, úgyhogy megnézzük ezt a területet. Erre is csak, tehát homályos emlékeim vannak. Nem is annyira drága, kb. Kétszer annyi minden. Hát igen. Az öreg jockey. Szevasz! Itt vagyok.
annál jobb. Oké. Egy láda. Komunion. Ez micsoda? Higher blood vial maximum. Tudnám, hogy ezt hogy kell beaplikálni. Na majd ennek utána nézek. Az, hogy több blood vial van nálunk, az azért elég hasznos. Nem is emlékszem. Ó, igen. Healing Church. Healing Church Workshop. Itt biztos lesz item. Nem, csak körbe lehet jönni. Lehet, hogy még nem kellett volna leugrani, de a Twin Blood Shard-é leugrottunk. Létezik még a Norbi update. Édes Isten. Eleve nehezen értettem, hogy az hogy létezhet úgy alapból. Oké, Fall Guys-os rész. Nem baj. Rune Workshop túl kell ez. Hemwig Charnel Lane. Ó, oké, tudom. Emlékszem. Hát ez remek. Boost effect of temporary transformation. Okay.
to remember. Wouldn't you say, friend? A night of curses. A night to remember. Wouldn't you say, friend? Right. Okay. De azért már combosodnak az ellenfelek elég rendesen. Kovics. Nagyon jó. Rumpel the Arnhem Head. És ez milyen napsütés ellen véd? Atomtámadás ellen. Itt egy lift. Okay. Arra lehetett menni? Nem. Akkor erre jövünk tovább. Teljesen normális. Főzni. Főzünk.
Nyilván nem azt mondom, mert néha az ember... embernek úgy nincs energiája főzni. Mi a... Eljöttünk ide a pofoné. Hát ez remek. De akkor semmi nincs. Szóval például, hogyha nincs így kajám, tehát főtt kajám, akkor a kollégákkal el szoktunk menni. Van nem messze tőlünk egy food market, már munkahelytől. Ilyen mindenféle kifőzde. Nem mondod, hogy itt ennyi van lencse. És hát ott ilyen mindenféle kaja. Tehát például a táj, japán, kínai. Nigériai. Az nagyon, nagyon jó a nigériai a kajája. Erre tudunk jönni. Nem, erre csak körbe jövünk. Mi a... Mondjuk lehet, hogy itt csak tényleg ennyi van csak, de... Jó... Erre van a lift vissza az izébe. Amazing. Meg, tehát ez a Lower March, meg van a South Bank-en is, az is elég közel van hozzánk, egy nagyon jó food market, ott meg tényleg a spanyol kaja, ugye a paella, meg tényleg nagyon sokféle van. Csak hát 8-9 font egy adag kaja, aztán... Ja. Jó, akkor ez valószínű, ez a rész ennyit lent. Ha netán valami elmaradt, majd a guide-ra ránézek. És fölnéztem, mondom, miért nincs insightunk? Hát megöltük a boss-t, meg ugye vissza is kaptuk, amit a szamonba tettünk. Hát azért, mert ez az agyszívó, ez elszívja az insightot. Jaj, na mindegy. Jó. Hát akkor szerintem megyünk vissza a lifttel, mert itt én nem látok most mást, de lehet, hogy visszajövünk majd, ha netán mégis van még itt valami. Ugye itt lent semmi. Úgyhogy akkor megyünk, és itt a Healing Church Workshopban még tudunk fölfele menni. Szóval, ja. A Brain Sucker? Hát igen, az undorítója. Na mindegy, szóval így szoktuk, hogy ha nincs kajám, akkor elmegyünk kollégákkal délbe veszünk az ilyen elviteles cucc, és akkor az irodában megebédelünk.
nézzük, hogy tudunk-e szintet lépni. Bögre és Brownie mikróban. Oké. Még kéne 103. Menjen még egy a Strength-re, és akkor menjünk egy kicsit a Vitality-re is. Hú, most 35-ig fölment, 20-ig föltöljük a Vitality-t. Liss, sütőport, tojás, tej, kakó, port, cukor. Fair enough. Jó, itt nézzünk már még szét. És aztán a... szerintem a Healing Church workshop-ba fogunk egy kicsit kóvályogni. Elmegyünk még fölfele. De én nem is tudom, hogy van-e itt még valami. Ó! Három antidót ide be volt dobva. Ja, szerintem itt más nincs. Kéne, de... Gordon Ramsay valamelyik éttermébe? A burger már megvolt. Hát igen, a burger jó volt, ez kétségtelen. Őszintén szólva... nem is tudom, hogy... milyen étterembe tudnék menni, ami Gordon Ramsay is, és megengedhetem magamnak. Meg kéne nézni, mert őszintén szóval nem tudom, hogy milyen éttermei vannak, ami nem ez a street food. Tehát ez a street burger. És tehát olyan, ami tényleg rendben, nem az, és nem kokainárban van a kaja. Így alakul, akkor mindenképp beszámolok. Kokainárba kaját vennék, hogy kokaint? Hát kaját. A kokaint az gondolom nem laktató. Vagy hát nem tudom.
hát ez mindegy. Van egy a nézésem, hogy egy kokain zsor nem fogom próbálni, mert alapvetően az, hogy nem akarom, mert a drog rossz érte. A másik meg az, hogy rohadt sokba kerül, tehát valószínűleg sose lesz rá pénzem, illetve egy kicsit be is vagyok. Az igen. Be is vagyok tojva, hogy nehogy baj legyen, tehát nehogy az legyen, hogy allergiás vagy el, vagy ilyenek, azt ezt kapásba így belehalok. De a fő problémám az, hogy urvára egészségtelen. Tehát nem. Az igen. Adtak healt. De rohadt sötét van. Jött igen, a dohányzás is, persze, az is káros. Hát arra is leszoktam. Öreget lebasztuk a mélybe. Na bocsánat. Oké, erre megnézzük, mi van. Itt kell, hogy legyen egy item. Nem, itt egy létre van. Amúgy jól néz ki a város. Így, főleg így napnyugta kapcsán. Melyik a rosszabb, a nikotin vagy a kokain? Hát... most azt mondanám, hogy a kokain, de... tehát a nikotin az azért nem tudatmódosítószer, vagy... nem is tudom, hogy a kokain az-e, hát én nem vagyok szakértő, megmondom őszintén. A nikotin az... hosszú távon öl. Ó, itt van egy papír. The sky and the cosmos are one. The choir. Oké. Mindjárt bemegyünk oda.
valaki szól. A nikotin nem tudatmódosító. Szerintem a nikotin az nem tudatmódosító, tehát nem úgy, mint a fű, vagy a kokain, vagy a heroin, vagy ezek. Mondjuk, mondom, nem akarok itt definíciókba belemenni, mert ott vannak problémáim. De a kokain az fixen kábítószer, tehát az biztos. Értem, tehát a függőség okozás az akkor tudatmódosító. Hát mondjuk, hogyha azt nevezzük annak, akkor igen. Ez kétségtelen. Úgy kell hozzá. Arra nem emlékszem, hogy kiadja a kulcsot. Hát akkor lehet, hogy körbejártunk megint mindent. Viszont akkor csak egy út van előre. Guide szerint kiadja a kulcsot ehhez, azt meg tudjuk nézni. Ez rémlik, hogy ez mintha később lenne. Zárva van a Healing Church Workshop tetején lévő ajtó. És nem emlékszem, hogy a kulcs vagy hogy az mikor nyílik. Mint ha valami kulcs kéne hozzá. De nem tudom, hogy... nem emlékszem, hogy jutok a kulcshoz. Igen, Upper Cassidy-ről Key to the Upper Cassidy-ről Wardour, igen, az kéne. Ha jól emlékszem. Hova akarok menni? Inside the lock cage in the Ahar Ghul Chapel.
Szerintem oda még nem tudunk menni. Most erre akarok jönni. Jöjjünk erre, farmunk egy kicsit. Speak to German. Back in Hunter's Dream. Okay. The German. Hát ugye a Bloodstarved Beast-et most töltük meg. De German itt van. És itt van. Church and the blood ministers who belong to it were once guardians of the hunters in the times of the hunter Ludwig. They worked and forged weapons in their unique workshop. There's no other way to worry. Today, most ministers don't recall the hunters, but they have much to offer you. And so, heed the message of your forebears. Ascend to Erden Chapel. Ascend to Erden Chapel. From there, you will find the church workshop. Igen, ezen végig is mentünk. Ascend from there. Hanem ennek a tetején van egy ajtó. Tehát a Healing Church Workshop, ott voltunk most. Ott mentünk lent, meg fönt. És fölmentünk a létrán, meg lépcsőn, meg föl a legtetejére, és ott volt egy zárt ajtó. Yargul Unseen Village, oké. Okay. Jó. Hát az majd... Nem is tudom, hogy... Unseen... Erre nem emlékszem. Na, próbáljunk meg egy boss-t. Igen, az lesz. Yargul. Nem is emlékszem már, hogy Emiliával mit kell csinálni. Azt tudom, hogy a tüzet nem szereti. Ugye visszünk magunkkal majd a segítséget. The Vicious Spider után lesz. Ó, hát, oké. Okay. Jó, az még végtelen messze van gyakorlatilag. Hello, fiúk! Addig meg lesz egy éjszaka konkrétan, tehát most ugye este van.
Bocsánatot kívánok. Legalább adott hírt. Tehát ez... ez mindenképp jó. Mi volt a festmény a National Gallery-ben, amíg a leginkább tetszett? Hát, nem tudom. Most gondolkodok, volt egy pár nagy festmény. Tehát tényleg nagy. De most így nem tudnám megmondani, hogy melyik tetszett a legjobban. A Rembrandt festményeknek nagyon tetszett a hangulata. Tehát a... az, hogy ilyen sötét szoba, ilyen, tehát ugye a fény nagyon jól nézett ki rajtuk, meg... na mindegy, de hát nem tudtam még megmondani, hogy melyik tetszett a legjobban. Jó volt mind igazából. Gyere Harriet. Jó, hogy beilleltem. Antidót ide nem kell. Hát a többivel még nem tudunk mit csinálni. A tűzi tüzet ő sem szereti. Na mindegy, van a National Gallery-be egy Da Vinci rajz is. Azért az is elég menő. Sima papírra van egy rajz, mindegy. Hát biztos meg tudjátok nézni, mert online meg lehet ezeket találni. Az azért elég jó volt. Meg hát nyilván a Van Gogh képek is azért menők. Hát nem tudom, nehéz megmondani. Na gyere!
Elfogytunk. Az a helyzet. Veszünk molót. Most a eszembe. Ennyi hiányzik, fogadjunk. Jó. Hát a semminél több. Jobb a flaszk? Hát annyiból jobb, hogy nem kell visszajönni venni. Mert lehet venni akármennyit. Tehát el kell menni egy kicsit farmolni. Nem drága. Szóval... Szóval lehet venni, csak... hát igen. Nem túl kényelmes. Ilyen quality of life dolog. Meg azért ad a játék elég jól, tehát... Hát én meg itt is most... Hát most pont bulletet adott, de ez adott 2 hírt. Szóval... Annyira nem vészes. De igen, az jó, ha mindig van nálad. Tehát, hogy... Csak le kell ülni a bonfire-höz és van nálad 5. Tehát ez plusz flask, igen. Hát igen, mint ahogy a izébe is van a Dark Souls-okba. 2-be, 3-ba. Ja. De hát mindegy. Ilyen. Nem is emlékszem, hogy az Elden Ringben, hogy a flaskon kívül mi volt. Volt valami? Alright.
Na, hívjuk. Hívjuk a segítséget. Fogy nagyon ez az insight. Mondjuk nem tudom, hogy egyáltalán használtam-e másra ezt. Nem nagyon emlékszem. Átrakjuk már a physical damage, az ami most itt érdekes. És ez jobb egy kicsit. Szóval tényleg nem emlékszem, hogy insightot. Azt tudom, hogy 50 insight fölött más dolgok történnek, vagy máshogy történnek a dolgok, mint amúgy. Megmondom őszintén, hogy 50 insightnek szerintem közelébe se voltam. Talán az ilyen New Game Plus-os dolog, ha egyáltalán átviszem az insightot. Mondjuk szerintem azt igen, mert ugye a Mad Men knowledge az consumable. Nem tudom. Nem tudom. Na gyerünk! Oké. Oda baszt... Oda tettük magunkat. Köszi! Na mi van? És akkor most...
pörgettük. Egy pillanatra nem álltunk meg. Ez most nagyon jó kör volt. Tényleg. Ment a damage, mint az állat. Ja. Már is. Csak elköltjük a pénzünket. És gondolkodok, hogy valami van-e még. Remélem nem hagytunk ki semmit. NPC questeket azokat megtoltuk. Welcome. What is it? Very well. Let me. Kéne 2000. Hát szerintem annyi nincs nagyon. Nem tudom, hogy vettünk-e föl ilyen nagy. Csak 1800-at ad. Mennyi kell? Még 300 valamennyi. Ah, betörjük a maszt is, az kész. Farewell, good May. Welcome. What is it? Very well, Leonard. Farewell, good hunter. May. Jó. Nem tudom, hogy itt van-e valami. Most? Nincs. Jó. Na, akkor visszamegyünk és meginspektáljuk azt az oltáron lévő valamit. Várjátok, még itt valamit megnézek, mielőtt. Nem. Jó, 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 jó. Jön vagy nem? Nem jön, oké. Na nézzük, mi van itt. Rohadt jól néz ki ez a... Ez a map, ez a járnám map, ez zseniális. Na, mi ez itt? Master Willem. I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Megváltoztak a fények.
Ugye látjuk, hogy ott a hold, úgyhogy most már éjszaka van. Tehát eddig milyen naplemente volt, most már éjszaka van. Alright. Valamit gyorsan megnézek. Hogy is vagyunk mostan. De alapvetően szerintem... Még egy helyet meg akarok nézni, mégpedig ezt a Abandoned Old Workshopot. Rémlet, hogy ott valami kimaradt, szóval oda most el kéne mennünk, de az a Cathedral Wardból megy. Azt még megnézzük mindenképp. Ha oda találok, persze. A blood-drunk hunter beckons hunters to the night, hunter's nightmare. A different creature will whisk you away outside Odin Chapel. I have a blood. Az a DLC, ugye? Oké. Jó, azért már mondom, volt, de igen. Cathedral Ward, oda megyünk. Megnézzük majd a DLC-t is, természetesen. Még az endgame előtt. Majd ránézek, hogy meg mikor érdemes. És akkor mindenképp megnézzük. Azt nem játszottam azzal, tehát ott semmit nem tudok. Köszönöm a cheat shedit, Adri. Remélem már lassan vissza tudunk menni a másik csatira. Nem a cheat miatt, hanem úgy is. Fölfelemegyünk. Nem fölfelemegyünk. Oh shit. Az ugrabugrálás. Itt lehet valahogy.
Itt, igen. Igen, itt, itt, itt. Ide kéne valahogy eljutni. Jó lett volna, csak... Hát ugrani kell, nem pedig... gurulni. Nagyon meta. Third umbilical cord. Ez nagyon fontos item lesz majd. A doll lesz még, vagy ennyi volt belőle? Ez az old workshop. Tehát ez nem a Hunter's Dream. Ez az abandoned old workshop. Vagy abandoned workshop. Tehát ez nem a mi workshopunk. Small hair ornament. A small plain hair ornament. Majd meglátjuk, hogy hova lesz jó. És annyit körbe szaladunk.
Honnan jöttünk? Oké. Hát szerintem itt akkor nincs más. Én nem látok más legalábbis. Na, az, hogy ez mi, hát ez nyilván értelmezés kérdése. De ide mindenképp el akartam jönni. Már azért az itemért. Na. Oké. Jó, még visszamegyünk a Cassidy-ről Worthoz. Meg itt még az NPC-ken kéne végigmenni. Visszaveszem a cuccot, mert... Hát ezzel mi van? How did we ever get into this mess? Látok már. Oh, you. I'm sorry. I'm afraid I can't help. Unless you've had a change of heart. Yes, of course. I'm sorry. I asked too many questions. I'm very thankful for what you've done. Jó, ő Ariana. Jó. Hát, na mindegy, ő itt van. Szóval, az rendben van. Még van egy NPC. Valahol. De őt szerintem nem fogom most megtalálni. Ja, várjunk, igen, megvan. Oké. Jó.
Jó. Merre jövök? Nem erre. Nem erre. Ott a hold. De menjünk. Jó. Two-bit nonsense you're peddling. I heard you told that wench about some shelter. Well, she's a damn fool to trust an outsider. Why? Well, her sort's probably just fixing to feed some of your coin. Alright, what crafty lies does the outsider have today? You think I'm an easy mark? Yeah? Well, give me your best shot. No, a helyzet az, hogy ezt a fickót, hogyha valahova küldjük, biztos, hogy a másik helyre fog menni. Viszont őt Josefkához küldjük, mert az Odeon Chapelbe problémát okozna. Szóval azt mondjuk neki, hogy menjen az Odeon Chapelbe, és emiatt Josefkához fog menni. Yeah, sorry. Too sharp for that bollocks. I know a superstition when I hear one. Outsiders. Even their lies are predictable. No. Viszont... What? Still praying on folks which we have to find. Come on, show me what you got. Tell me about your little... Huh. Yeah, sorry. Too sharp for that bollocks. Outsider. Okay. Szerintem most el fog menni. Ha minden igaz, Josefkához. Úgyhogy elmegyünk, megnézzük. Ez nem volt jó ötlet kinyitni ezt a kaput, főleg most meg becsukni. Bár mondjuk az, hogy becsuktam, az jó ötlet volt. Mert így a következő alkalommal, ha erre jövünk, akkor nem lesz itt. Jó. Hunter's Dream, és akkor visszamegyünk Józsikához. Mi is lesz itt akkor? Jó kérdés, na mindjárt megnézzük. Mert ugye Josefka az igencsak szeret kísérletezni az embereken. Oh, hello. Oh, hello. You're all right. Very good. He's safe with me now. I presume you're to thank. The treatment is going well, stabilized for the most part. Fascinating, really. Here you are, as promised. És adott két nem Big Mistet. Oh, thank goodness you came. Be a dear, find me some more. Mengele, doktor.
There may yet be humans out there. If you find them, send them to Yuseska's clinic. I endeavor to treat every survivor there is. So please, be a saint. There may yet be... If you find them, so please. Jó. Na, elvileg... Most azon gondolkodok, hogy... Hogy merre kéne tovább folytatni, hogy a Forbidden Woods fele talán? Azt meg kéne nézni, hogy oda hogy vezet az út. De mindenképp jó lenne elmenni. Ó, tudom, jó. Oké, megvan. Megvan. Na, azt még megnézzük. Mert szerintem onnan fogjuk legközelebb folytatni. Egész durva, a brutális labirintus, tehát... Oké. És most már nem járőröznek, hanem alszanak. Zsákutca volt múltkor, mert hogy kérték a jelszót. És nem tudtuk. Ó, oh, szevasz! Oh, good to see you safe. Oh, Fred, hogy vagy? Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Lehet, hogy ezeket már meghallgattuk. Place of learning, and the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense,
everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. Ah, there's something I want to tell you. A bit of wisdom from the eminent master Lugarius. Once, a scholar betrayed his fellows at Bergenworth and brought forbidden blood back with him to Canehurst Castle. It was there that the first of the inhuman Vilebloods was born. The Vilebloods are fiendish creatures who threaten the purity of the church's blood healing. The ruler of the Vilebloods is still alive today. And so, to honor my master's wishes, I search for the path to Canehurst Castle. Canehurst Castle. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Thanks. Servus. Okay. Igen. És itt kell egy jelszó. The password. És elvileg ezt most tudjuk, mégpedig. Fear the old blood. Szavasz. Talk. Already dead. Ez pedig a Forbidden Woods. Jó, elmegyünk a lámpához. Meg nincs messze. Nagyon jó. Hát... Ha megtalálom a lámpát, várjatok. De itt kell, hogy legyen lent. Ott van. Így is van. Hát még arra fönt megnézzük, mert majd arra megyünk tovább, és arra megy a pálya. És akkor arra elszaladok, még ott fönt. Szerintem ott max pár item lesz. Nem hiszem, hogy különösebben lenne itt valami. Oh. Oh.
4300 volt az. Az igen. A The Blood Gemstone. Jó. Na, hazamegyünk. Megnézzük, hogy ezek a gemstone-ok jobbak-e, mint ami most van. És... hát, fejleszteni szerintem nem tudunk. Annyi szólunk nincs. És innen fogjuk majd folytatni. Arra megyünk majd. Kavicsokat lehet találni járdámban. Meg lehet dobálni az ellenfeleket. Őrület. Hadd aludjon. Oké. Blunt attack up. Hát, nem is tudom. Jó. Mute, just mute. Thanks to the follow. And greetings from Germany. Well, greetings from England. Blessed. Oh, that was bad. Okay. Ezt hagyjuk egyelőre. Jó. Na. Más nem tudunk csinálni. Igen. És ez most már véken, ez a Frontiers Headstone. Tehát most már itt megyünk majd tovább. Tehát gyakorlatilag a járnám Headstone. Ilyen formán készen is van, de majd megnézzük még azért a biztonság kedvéért, megnézem majd a guide-ot, és majd mondom, hogy mi van. Na, úgyhogy akkor mára ennyi, folytatjuk a Forbidden Woods-tól a kövi streamben.